Manapság egyre többen megosztják a világhálón, ha elutaznak nyaralni. Sokan fotókkal erősítik meg, nincsenek otthon, szinte szabad a pálya a betörőknek. Ez az egyik legveszélyesebb. A rendőrök azt tanácsolják, a nyaralási tervről csak szűk rokoni, baráti körünk tudjon. Ilyenkor érdemes az, hogy a szomszédnak, hogyha bízunk benne, akkor a kulcsot odaadni, és akkor azt a látszatot keltve, hogy a lakás lakott, illetve mozgás van a lakásban. Ilyenkor célszerű beszerezni olyan technikai berendezéseket, eszközöket, amelyek azt a látszatot keltik, mintha otthon lenne a tulajdonos. Megkérni a szomszédot arra, hogy a redőnyöket, illetve a nyilázárókat mindig más helyzetben állítsa be. Pontosan azt a látszatot keltve, mint otthon lennének, illetve egy házőrző az mindig jó a háznál. A legfontosabb, hogy ne legyen észrevehető, hogy otthonunk elhagyatott, akár a postaláda kiürítésével is tud segíteni egy barát vagy egy szomszéd. A nyári szünet beindulásakor természetesen fokozott figyelmet érdemelnek a gyerekek is, és nekik is a szülők részéről el kell mondani azokat a tanácsokat, kit engedhet be, akár egy jelszóval megbeszélni azt, hogy apa küldött, anya küldött, és akkor mondja, hogy miért. A főnyomozó hozzátette, otthonunk, szeretteink és értékeink óvása érdekében a legbiztonságosabb, ha riasztóval szereljük fel lakásunkat, házunkat.